Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sikeres választás esetén építmény és telekadómentesség. A pécsi jobboldal támogatta a nagycsaládosokat. Zsolnai tárgyak örökbefogadóit várják Pécsen. Az örökségvédelemhez járulnak hozzá a támogatók. Horvát-magyar irodalmárok emlékeztek testvérvárosi kapcsolatra. Különleges irodalmi est a pécsi Lit keretében. 4 napon át nagy sikerrel zajlott a 17. pécsi nemzetközi tánctalálkozó. Sikeres választás esetén építmény telekadómentességet, jelentős családi támogatásokat adna a pécsi polgári oldal a nagycsaládosoknak Pécsen. A gyermeküket egyedülnevelő szülők is kedvezményekben részesülhetnek. Családbarát város szeretne a jobb oldal. Erről tartott sajtótájékoztató Csizmadia Péter, a Fidesz frakció vezetője, önkormányzati képviselő. A 3 gyermekes édesanyák is mentesülhetnek a személyi jövedelemadótól. Fontos cél, hogy a gyermekvállalás előnyt jelentsen és ne terhet, fogalmazott Csizmadia Péter, pécsi fideszes frakcióvezető a sajtótájékoztatón. Ezt azt követően mondta, miután Orbán Viktor miniszterelnök néhány napja bejelentette a jó hírt a családok felé. Azzal a felfogással képviseljük a pécsiek érdekeit önkormányzati munkánk során, hogy ezzel a kormányzati, valóban példátlan, Európában is példátlan családtámogatási rendszerrel, ami egy 3600 milliárd forintot jelent évente, ehhez az önkormányzatok is járuljanak hozzá a maguk eszközeivel és a maguk adópolitikájával. Ezért aztán az elmúlt években több alkalommal benyújtottuk a javaslatunkat, hogy a nagy családosok mentesüljenek a helyi építmény és telekadó fizetése alól. Sajnálatosan a baloldali városvezetés és a mögötte álló koalíciós többség minden egyes alkalommal leszavazta ezt a kezdeményezésünket. Tehát a pécsi családok számára most már egyértelmű, hogy nem számíthatnak a jelenlegi városvezetésre, ezért változásra van szükség. Ezért a jövő évi választásokat követően, amennyiben a polgári jobboldal kormányozhatja Pécset, első intézkedései között szerepel, hogy bevezetik a teljes építmény és telekadó mentességet a pécsi nagycsaládosoknak, hangsúlyozta Csizmadia Péter. Ezek után pedig fokozatosan bevezetnek további kedvezményeket azoknak a szülőknek, ahol a gyermekeket egyedül nevelik, hiszen az ő esetükben minden felelősség, teher egy szülőre hárul, ott pedig fokozottan szükséges a támogatás, hangsúlyozta a polgári oldal képviselője. Csizmadia Péter szerint Pécsett a rendszerváltozás óta demográfiai válság sújtja. Ennek gazdasági okai is vannak, illetőleg a Pécs környéki agglomerációs települések sikerrel tudták elszívni a pécsi lakosság egy részét. Ezért meggyőződésünk, hogy ebben a politikában is változásra van szükség, hiszen a jelenlegi baloldali városvezetés erre ígéretet tett, hogy megállítja a népesség csökkenést, de láthatjuk, hogy 2019 óta körülbelül 5000 fővel csökkent Pécs lakossága, tehát ez egy kudarcos vállalás volt a részükről. Ezért a jobb oldal úgy tekint az építményadó, telekadómentességre és kedvezményrendszerre, mint annak a komplex családtámogatási intézkedési tervrészeként, amelyel meg akarják állítani a népesség elvándorlást, sőt ezt a trendet meg is fordítják. Ez azonban önmagában nem elég, tette hozzá fideszes politikus. Ezért a következő időszakban mi egy valóban teljes körű, sokrétű családtámogatási és népesség megtartást ösztönző csomagot kínálunk majd a pécsieknek, azért, hogy továbbra is Pécsen maradjanak, Pécsen képzeljék el a jövőjüket, és azoknak a családoknak is szólni kívánunk, akik jelenleg ugyan még nem Pécsen élnek, de megfelelő kedvezmények biztosításával a jövőjüket akár Pécsen folytatnák és Pécsre települnének. A jobb oldal bízik abban, hogy ezzel az intézkedési tervvel, valamint kiegészülve a kormányzat családpolitikai támogatási rendszerével megállítható a vármegyeszékhely népesség fogyása, sőt ezen fordítani is tudnak. Nincs más választás, mert pécsi gyermekek és pécsi családok nélkül Pécsnek jövője sem lesz. Az a cél, hogy Pécs egy családbarát város legyen, hangsúlyozta Csizmadia Péter, fideszes képviselő. Pécsen a Mária utca környékén sétálókat felfegyverzett bukósisakos, golyóálló mellényes rendőrök terelték a Széchenyi tér felé vasárnap délután.
A környéki lakóházból érkezett bejelentés, ezért érkezett nagy erőkkel a rendőrség a helyszínre. Szeptember 17-én érkezett bejelentés a rendőrségre, amely szerint a telefonálónak mentális problémái vannak, és ezért emberekre fog lőni. A rendőrség a bejelentésben megjelölt környéket lezárta, majd a terrorelhárítási központ műveleti egységeinek segítségével megtette az elsődleges intézkedéseket. A rendőrség az adatgyűjtés során megállapította, hogy a bejelentésben nevesített férfi nem tartózkodik az általa megadott helyszínen, sőt már nem is él azon a címen. Az is kiderült, hogy a bejelentés időpontjában a munkahelyén tartózkodott. A férfi felkutatása után megállapították a rendőrök, hogy a bejelentést nem ő, hanem nagy valószínűséggel a nevében egy haragosa tehette. Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt, a kutatás során lőfegyvert nem találtak. A pécsi rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés elkövetése miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. Elbűvölik a zsolnai kulturális negyed kültéri szobrai, vagy a kiállított terekben látható porcelánok. Akkor ön is szerezhet ezek közül akár több műtárgyat is, már néhány ezer forinttól. Így lehetne reklámozni a Zsök legújabb kezdeményezését. Meghirdették ugyanis örökbefogadási programjukat. Ezzel pedig olyan támogatói forrásokat szeretnének szerezni, ami a negyed értékeinek bemutatásához nyújt kiegészítést. Kerubok, szfinxek a pécsi kulturális negyedben, illetve más köztéri alkotások a zsolnai gyárból. Ezeket a műtárgyakat mostantól örökbe fogadhatja bárki. Például ezt a mögöttem látható Herkules kutat is örökbe lehet fogadni. De nem csak a kertből, hanem a múzeum anyagából is kiválaszthatja a kedvencét a támogató. Három kategória van, a kültéri kerámiák, a rózsaszín zsolnai kiállítás, valamint a zsolnai aranykora gyűjtemény alkotásait lehet örökbefogadni. Ez úgy működik, hogy van egy internetes oldala is ennek, a zsolnaiörökbe.hu nevű honlap, ahol akár az online katalógusból kiválaszthatjuk a nekünk tetsző műtárgyakat, akár ha csak itt a zsolnai negyedben teszünk egy sétát és megtetszik valami, akkor ezt is meg tudjuk ott keresni. Ott található egy űrlap, amit ki kell tölteni, kiválasztani a nekünk tetsző alkotást, és meghatározhatjuk, hogy melyik örökbefogadó kategóriával szeretnénk támogatni. 5, 10, 50, de akár 100 ezer forinttal is támogathatja a kiválasztott tárgyat egy évig az, aki áldozni szeretne erre. Természetesen az örökbefogadás jelképes, nem vásárlást jelent. Így a műtárgy nem mozdítható el eredeti helyéről, ugyanakkor a zsolnai örökségkezelő a támogatás megbecsüléseként támogatói oklevelet állít ki minden örökbefogadónak. A befolyt támogatás összeggel a kulturális negyed bemutatásához, gondozásához szükséges munkákhoz járulnak hozzá valójában az emberek, nevüket pedig oklevél őrzi meg ezért. A pécsi villamost még tavaly novemberben szállították el a Ferencesek utcájából. Eredetileg úgy volt, hogy a városban sem maradhat, de szerencsére hamar kiderült, hogy megmenekül a 100 éves szerelmény és a benne berendezett kiállítás. A villamos ma megérkezett új helyére, a Balokányligetbe. A Pécsi Tudományegyetem már 16. éve vesz részt a Kutatók Éjszakája programsorozat rendezvényein, amelynek minden évben egyre népesebb az érdeklődő tábora. Az egyetemi karok szeptember 29-én várják az érdeklődőket, több mint 150 remek előadással, bemutatóval és kreatív foglalkozással. Többek között a látogatók tanulhatnak a mikroszkopikus lényekről, állati betegségekről, de betekintést nyerhetnek a sebészet kulisszatitkaiba, és részt vehetnek családi, filmföldrajzi vetélkedőn. Az eseményen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Pécs és Eszék már 50 éve testvérvárosok. A pécsi jelenkor folyóirat az utóbbi 20 évben aktívan hozzájárult a két regionális kulturális központ közötti irodalmi kapcsolatok elmélyítéséhez. Ennek jegyében a Pécs Lit Fesztivál keretein belül különleges irodalmi estet szerveztek a Pécsi Horváth Színházban. Így méltóképpen megemlékezhettek a testvérvárosi kapcsolatok évfordulójáról. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Pécs Lit Irodalmi Fesztivált. A hatnapos programsorozat alkalmával az 50 éve testvérváros Pécs és Eszék irodalmi estjét is megtartották. A két regionális kulturális központ közötti irodalmi kapcsolat már két évtizedes múltra tekint vissza. Azaz most már 20 éve van meg ez a kapcsolatunk, és nagyon fontos volt a mi szellemi horizontunknak a kitágítása, kitágulása szempontjából. Az, hogy mondjuk a rendszerváltás után eltelt 10 év, és borzasztóan nem tudtunk egymásnak az irodalmáról, a kortárs irodalmáról, tehát nagyon nagy hiányosságok voltak.
Ágoston Zoltán hozzátette, a két szomszéd népnek akkoriban nem volt közvetlen kapcsolata. Úgy tudtunk tehát egymásról, hogy ha a német, vagy az angol, vagy a nem tudom milyen nagy, valamelyik nagy nemzetnek a könyvpiaca, az valakit kitüntetett, és akkor ugye visszagyűrűzött az illető magyar szerzőnek a híre Horvátországba is, vagy megfordítva. Így fedezhettek fel olyan műveket, amelyek magyaroknak és horvátoknak egyaránt szólnak, tette hozzá Ágoston Zoltán, a jelenkor főszerkesztője. Az irodalmi esten magyar és horvát, azaz pécsi és eszéki szerzők olvastak fel, illetve beszélgettek a Pécslit Fesztiválon, a Pécsi Horvát Színházban a testvérvárosi kapcsolatok 50. évfordulójára megemlékezve. Megszaporodnak ősszel a kerti hulladék égetése miatti tűzesetek Baranyában is a katasztrófa védelem tapasztalatai szerint. A tevékenység csak ott megengedett, ahol azt helyi rendelet szabályozza, de a zöld hulladék elégetése nem mindig a legjobb megoldás. Inkább a komposztálást vagy a hulladék elszállítását javasolják. Amennyiben valaki nem tartja be a helyi rendeletet, először próbáljuk megbeszélni vele a problémát. Ha ez nem vezet eredményre, jelentsük az önkormányzatnál vagy a járási kormányhivatalnál. Ha tűz keletkezik, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot, majd értesítsük az illetékes tűzoltóságot és a terület tulajdonosát. Az égetési szabályok megsértése mellett a katasztrófavédelem, az önkormányzat és a kormányhivatal is büntethet. Ha a tűzoltók beavatkozására van szükség, a tűzvédelmi bírság mértéke 20 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet, attól függően mekkora a keletkezett veszély, illetve az okozott kár. Ha mindenképpen az égetés mellett döntünk, először ellenőrizzük az önkormányzati rendeleteket az engedélyezett napok és napszakok tekintetében. 4 napon át nagy sikerrel zajlott a 17. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. Idén a szervező Pécsi Balett nagy hangsúlyt fektetett a gyerek előadásokra. Úgy látják, ha a kicsik motiválódnak, mint közönség, akkor később is színház és tánc előadást kedvelő felnőttek lesznek belőlük. Azonban szombaton a felnőtteknek szólt a tánc. Faust az Elkárhozott című táncdrámát vitték színpadra, és ezzel az előadással elkezdődött a 2023-24-es színházi évad. Faust az Elkárhozott című táncdráma ősbemutatója a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében valósult meg még 2016-ban a MÜPA-ban. A Goethe remek művének ihletésére készült nagyszabású produkciót Dubrovai László Kossuth Díjas érdemes művész alkotta. A darab a 2023-24-es évadban debütált a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán, a 17. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó keretében. Vince Balázs, aki a dolognak az alkotója, ő a koreográfus, az ő ötlete volt, hogy újítsuk fel, hiszen meg volt a díszletjelmez, teljesen új szereposztás, csak a Mephisto maradt a régi, és hát én azt merem mondani erre, hogy ez egy, a zene az remek mű, és ami a zenére készült, a koreográfia is remek mű, tehát Dubrovai László csodálatos zenéjére, Vince Balázs egy fantasztikus koreográfiát készített, a Pécsi Balett táncosai akár tánctechnikailag, akár előadóilag is tökéletesen vezetik a dolgot a tánc nyelvén. Igazi kultúrkincs ez az előadás, melynek háttere Goethe Faustja. Zenéje nemzetközi színvonalú, dalamaival, ritmikájával olyan ösztönzést adott Vince Balázsnak, melynek következményeként egy kimagasló szintű előadás született meg, tette hozzá Pécsi Balett ügyvezető igazgatója. A 17. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó során a Pécsi Balett, mint szervező, nagy hangsúlyt fektetett a gyerek előadásokra idén. Ez egy teljes újítás, mert az a címe, hogy kicsiknek és nagyoknak. A nagyoknak a Faust, a kicsiknek pedig tegnap Bozsik Ivetnek a Csizmás Kandúr előadása volt, ma Fodor Zoltánnak a Vukja, holnap Juhász Zsolt Honvéd együttesének az Álom-Álom, és az utolsó nap a Győri Balett Max és Móricát lehet látni a gyermekközönségnek. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeknek mutassuk meg ezt a műfajt, hogy hát ha későbbiekben nem ijednek meg attól, hogy balettet nézzünk, tehát hogy legyen egy fajta ismeretük a gyerekeknek már a táncművészetről. A Faust az Elkárhozott című produkcióval elkezdődött a 2023-24-es színházi évad szombaton a Pécsi Nemzeti Színházban.
Szerdán emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. A benzinért bruttó 7 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 10 forinttal kell majd többet fizetni literenként a kutaknál. Szeptember 20-ától így a 95-ös benzinért átlagosan 662 forintot, a gázolajért 686 forintot kell majd fizetni, az árak kutanként eltérőek lehetnek. Legutóbb egy hete szeptember 15-én tapasztaltak drágulást az autósok, amikor a benzin bruttó 7 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 11 forinttal lett drágább. A régió híreivel folytatjuk. Hivatalosan is elkezdődtek a szekszárdi szüreti napok pénteken délután 6 órakor. A megnyitó részt vett Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is. A szervezők és a borászok vasárnapig finom italokkal, incsiklandozó ételekkel, koncertekkel és rengeteg kísérő programmal várták a vendégeket. Kulturális műsorok és fellépők váltották egymást a színpadon a szekszárdi szüreti napok pénteki hivatalos megnyitójának ideje alatt. A rendezvény sorozat fővédnöke idén Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Ő azt mondta, az elmúlt években többször is volt alkalma a városba látogatni, legközelebb pedig akkor akar jönni, amikor átadja a sportuszodát, aminek a kivitelezését az állam átvette az önkormányzattól. De legközelebb akkor fogok csak jönni, hogyha úszoda avatóra jöhetek, ezt megígértem. Ezt megígértem alpolgármester úrnak és képviselőtársamnak is, hiszen az elmúlt években Szekszár nagyon sokat fejlődött, hogyha valaki nem naponta jár ebben a csodálatos városban, csak úgy, mint én, mondjuk évente, akkor látja azt a fejlődést, ami itt történt, de egy fontos adósságunk van, és ezt mindenféleképpen törleszteni kell. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, rendszeres résztvevője a szekszárdi szüreti napok rendezvényeinek. Ő most arról beszélt, ez a világ legjobb borfesztiválja. Nem érdemtelenül, mint ahogyan 1987-ben sem érdemtelenül ítélte a nemzetközi zsűri a Szőlő és Bor Városa címet Szekszárdnak. Annak a városnak és annak a térségnek, amiről elmondhatjuk, hogy az egyik talán a legdinamikusabban fejlődő borvidék Magyarországon. Ha Kadarkáról és Bikavérről van szó, és erről folyik a diskurzus, akkor Szekszárd megkerülhetetlen. Ebben a térségben, ebben a borvidékben van 2100 hektár szőlő, 14000 tonna szőlőt szüretelnek, és közel 100.000 hektoliter bort állítanak elő. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a szekszárdiak identitásának szerves részét képezik a helyi szüreti napok. De nem csak az identitásunk része, a gyökereink része, ez a mostani rendezvény, a származásunk, hogy honnan indultunk, hanem a szüreti fesztivál az összefogásnak is a jelképe. Hiszen ahhoz, hogy ez a nemes rendezvény megvalósuljon, a kiváló szőlészek, borászok mellett nagyon sok szponzornak a támogatása is kell. És szeretném megköszönni a fesztivál valamennyi szponzorának is a támogatását, hiszen ezek a forintoknak az összessége adja azt, hogy valóban ezen a hétvégén több tízezren felhőtlenül szórakozzunk. Hoppá Péter, kultúráért felelős kormánybiztos ünnepi köszöntőjében azt emelte ki, hogy Szekszárd és az itt termelt kiváló borok több kiemelkedő hazai művészt is megihlettek már. Emlékezetünkben és történelemismeretünkben, irodalom tanulmányainkban ott van ez a város, mint amely város a múzsák lakhelye volt az elmúlt évszázadokban, hiszen a 19. századnak is volt egy Puskás Ference, akiről ismerték a magyarokat. Ő pedig a zongora Paganinie volt, Liszt Ferenc, aki szinte hazajárt kicsi túlzással Szekszárdra. És aztán jött Garai János, aki a térség identitásának egyik meghatározó szereplője, és ugye a Szekszárdon született és színésznő szeretett Babits Mihályt is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondta, az idei évben hosszú idő után végre minden adott egy remek hangulatú fesztiválhoz. Soha nem látott módon 2020-ban nem tarthattuk meg a szüreti napokat a járványhelyzet miatt. Hasonló okokból 2021-ben csak őszi fesztivál néven korlátozott létszámban ünnepelhettük együtt a szüretet, tavaly pedig az időjárás fordult ellenünk, és a biztonság miatt eddig példátlanul le kellett fújnunk a szüreti napok ékességét jelentő felvonulást.
Különlegesnek ígérkezik tehát az idei találkozónk, mert most látszólag semmi nem zavarja a felhőtlen együttlétet. A szekszárdi szüreti napok szervezői vasárnapig több tízezer vendéget várnak a Tolnai vármegye székhelyre. Egy hián 50 évnyi börtönbüntetést szabott ki a bíróság egy Tolna vármegyei drogterjesztő hálózat tagjaira. Éveken át kereskedtek szinte mindenféle illegális anyaggal. Volt, hogy rendőrségi telephelyre bemászva gyújtottak fel egy kocsit, mert az tele volt kábítószerrel. Az első rendű vádlott 13 év múlva szabadulhat. Rohamsisakos golyóálló mellényt hordó rendőrök hatoltak be a tolnai házba. A következő felvételen pedig már a földön fekvő dílert bilincselik meg. A hatóság munkatársai készítették ezeket a felvételeket még 2020 nyarán. Akkor 130 fő bevonásával több településen tartottak razziákat, amiket másfél éves felderítő munka előzött meg. Néhány óra alatt sikerült felszámolni az ország egyik legnagyobb drogterjesztő bandáját. Az ügyben most született ítélet, 9-en álltak a bíró elé. Az első rendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer kereskedelem büntette, és társtettesként elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette, valamint bűnsegédként elkövetett közveszélyokozás büntette miatt halmazati büntetésül 13 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra és 10 millió 800 ezer forint pénzbüntetésre, valamint vagyonelkobzásra ítélte. Az első rendű vádlott a bűncselekményt a többi vádlottal együtt bűnszervezetben követte el, ezért a bűnszervezeti minősítés miatt a vádlottak mindegyike fegyházbüntetést kapott. A bűnszervezet tagjai éveken át kereskedtek szinte mindenféle kábítószerrel, sőt egyikőjük, miután a hálózat fejének autóját a rendőrök lefoglalták, bemászott a hatóság telephelyére és felgyújtotta azt. Ezt azért csinálta, mert a kocsi tele volt droggal. A bíróság a 9-edrendű vádlottat közveszélyokozás büntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év börtönbüntetésre és pénzbüntetésre is ítélte. Az ítéletek egyelőre nem jogerősek, mert a vádlottak enyhítésért fellebbeztek. Az új pedagógus életpálya modellről tartottak fórumot Szekszárdon. Az országgyűlés július 4-én fogadta el a törvényt. A szakemberek szerint ez megteremtheti az alapját a további jelentős béremelésnek, valamint például a heti óraszám csökkentésének, vagy éppen a szabadság növelésének. Fórumot tartottak Szekszárdon a Garai János gimnázium dísztermében a köznevelési törvényt érintő változásokról. A pedagógusok új életpályájáról szóló rendelet 2024. január 1-én lép hatályba. Attól kezdve a közalkalmazottként, munkavállalóként alkalmazott pedagógusok új jogállást kapnak, miszerint köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók lesznek. A változás előtt minden közoktatásban dolgozó tájékoztatást kap az új jogszabályi változásokról. Hiszen az életpályatörvény hatályba lépését megelőzően már a törvényben meghatározottak szerint az egyes fizetési fokozatokba tartozó legalacsonyabb keresetű pedagógusok esetében megtörténik a bér kompenzáció, mely visszamenőlegesen 2023. júliusáig illeti meg az érintetteket, továbbá a nehéz sorsú szegregátum települések, szociokulturális hátrány tekintetében frekventált települések esetén. Régi adósságot rendez a jogalkotó azzal, hogy végre pontosan rendelkezik a pedagógusok többlet tanításával kapcsolatban, a neveléssel, oktatással lekötött munkaidőn és az eseti helyettesítés felső határain túli munka elszámolására, nyilvántartására és díjazására. Ami a Nemzeti Pedagógus Kar tárgyal, míg más szervezetek azért hangosabban próbálják érvényesíteni az érdekeiket és a céljaikat. Ezek a tárgyalások nagyon sokat vagy hosszú ideig tartottak, és Horváth Péter elnök úr nagyon kemény munkát tett bele. Ha csak egyetlen egy eredményt említek, a kötelező óra maximálása 24, vagy pontosan meghatározása 24 órában, én azt gondolom, hogy ez egy sarkalatos kérdése volt már a köznevelésnek évek óta, úgyhogy nagyon sok eredményt értünk el. A törvény támogatja a köznevelési intézményekben célszerűen használható egyenlőtlen munkabeosztás lehetőségét, amely a napi szigorúan 8-8 órás munkaidőtől eltérő szabályozási lehetőségeket tartalmaz. Híradónk végén témáink még egyszer röviden.
Kedden egy hidegfront érkezik, amelynek hatására elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Emellett még többfelé számíthatunk napos időszakokra az országban. A nyugatira, északnyugatira forduló szél többfelé élénk erős lesz. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 32 fok között alakulhat. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!